Korabeli általános iskola, pártirodai berendezések, konyha belső. Az 50-es évek hangulatát idézi a Szabadság ott kezdődik, az 1956-os forradalom Egerben és Heves megyében című kiállítás. A megnyitón elhangzott nem az események kronológiai bemutatására törekedtek, inkább emberi sorsokat, életképeket szeretnének a látogatók elé tárni. Látunk itt művészi alkotásokat börtönévekből, látunk igazolványokat, látunk különböző eszközöket, dokumentumokat. Próbáljuk minél több rétűen megfogni ezt az időszakot, mivel egy nagyon bonyolult történelmi korszakról van szó, és ennek a feldolgozása mai napig tart. A kiállítást egy országos gyűjtés előzte meg. Kerestünk embereket, akik élnek még, akik gyűjtenek, tehát gyűjtők és még valódi résztvevője a forradalomnak. Tőlük kértünk különféle dokumentumokat, amik találtunk tulajdonképpen, ez ami megmaradt. Ezeket a tárgyakat nyilván az 56 után már titkolni kellett, el kellett rejteni, vagy megsemmisítették. Ezért éppen nagyon kevés ilyen típusú dokumentumunk maradt fent. Kruba Sándor egy pufajka öltözetet ajánlott fel, amely a volt szomszédjától került a gyűjteményébe. Ez az 50-es évek vége, ugye 60-as évek eleje volt, jön haza, beöltözve ilyen pufajka szerelésbe, zubbony, nadrág, és akkor örömmel újságolta, hogy ő milyen jó munkaruhát kapott, mert a honvédségtől kiselejteztek egy nagy csomó ruhát, és odaadták nekik, mivel ő parkőr volt, parkgondozó volt, és odaadták, hogy ne fázzon, ebbe dolgozott. Dömötör Zoltán 1956-ban az egri tanárképző főiskola végzős tanulója volt. A kiállítás fotóinő is szerepel. Kialakult egy diák nemzetőrség, és ezen belül a legkeményebb akciókra képes úgynevezett riadó csoport. Ennek voltam én az egyik aktív tagja. A forradalmi eseményeket fotókon, plakátokon, közel 30 Heves megyei település szemszögéből is bemutatják egy alkalmazás segítségével.